Köszönöm szépen. Let me welcome all the participants arriving from other parts of the world and Europe. Welcome here in Budapest, but I will continue in Hungarian. So please don't throw away the translation machines. Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit a Budapest Fejlesztési Központ és Fűrés Balázs Budapest és az agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkár nevében, aki a Covid járvány miatt jelenleg nem tud itt lenni velünk személyesen. A mai napon azt a feladatot kaptam, hogy mutassam be önöknek a budapesti agglomerációs vasúti stratégiát és azt a munkát, amit a Budapest Fejlesztési Központ végez Budapesten és környékén vasútfejlesztés kapcsán. Hogy keretezzem annyiban ezt, főleg azoknak, akik esetleg a hazai intézményrendszert annyira nem ismerik, Magyarország egyedülállóként a kontinentális Európában egyébként nem rendelkezik választott regionális kormányzatokkal, így a regionális közlekedés feladatai is a 100%-ban a magyar kormány hatáskörébe esnek, minden olyan esetben, ahol nem egy település határain belül, egy önkormányzat illetőségén belül zajlik a közlekedés megszervezése. Alapvetően, ahogy Mosóczi államtitkár előadásából látták, a közlekedéspolitika országos, viszont vannak olyan speciális helyzetek, és a Budapest környéki régió ugye az mindenképpen ilyen, hiszen egy 1,7 milliós főváros körüli további másfél-két milliós városrégió ügyeiről beszélünk, ahol az országos melletti regionális szemléletre is szükség van, hiszen a közlekedés működtetése és fejlesztése nem képzelhető el a város és környezetének egyensúlya és átfogó szemléletű fejlesztése nélkül. A Budapest Fejlesztési Központ ezt a feladatot kapta, erre jöttünk létre, 100%-ban a magyar kormány felügyelete alatt álló és tulajdonában álló ügynökségként, és az a feladatunk, hogy előkészítsük és menedzseljük azokat a beruházásokat, amelyek a kötött pályás, többek között sok más mellett a kötött pályás közlekedésben zajlanak Budapesten és környékén, emellett új Dunahíd tervezésével, parkfejlesztésekkel, egyetemi kampuszok fejlesztésével, tehát egy állami beruházási portfólióval foglalkozunk, ami Budapesten és környezetében valósul meg. Rátérjek a vasútra, hiszen ez a mai konferenciának a tárgya. 2020 tavaszától 2021 tavaszáig készült egy éven keresztül a budapesti agglomerációs vasúti stratégia, a Budapest Railway Node Study, az Európai Unió közvetlen támogatásával, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Miniszterelnökség, a MÁV, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő és sok más szervezet egyébként a Budapesti Közlekedési Központ együttműködésével, a BFK koordinációja mellett. Én nagyon büszke vagyok erre a dokumentumra, mert azt gondolom, hogy egy lényegében 100 éves stratégiaalkotási hiátust, vagy legalábbis elhanyagoltságát a Budapest környéki vasúti közlekedésnek tudjuk talán új alapokra helyezni, és új lendületet adni a vasúti közlekedés fejlesztésének Budapesten és környékén ezzel a dokumentummal, aminek a részleteiről fogok most beszélni. Budapesten a vasúti közlekedés fejpályaudvarokra épül. Ugye a 19. század végén épült ki a keleti és a nyugati pályaudvar, és nem pont a mai épületével, de a déli pályaudvar is. Budapest európai összehasonlításban is egészen egyedi mértékig egy fejpályaudvarokra épülő rendszer, hiszen minden 100 vonatból, amelyik személyszállító vonatként megérkezik Budapestre, 99 az itt véget is ér. Budapest lényegében úgy működik, mintha a világ végén, vagy ha úgy tetszik, a minden irányból a világ vége lenne, Budapesten vonattal áthajtani, legfeljebb tehervonattal lehet, meg esetleg egy-két ilyen Bukarestből Bécsbe tartó éjszakai vonattal, de amúgy minden vonat itt véget ér. Miközben egyébként Budapesten egyáltalán nem ér véget a világ, hogyha körülnézünk, akkor mind regionális léptékben egy 3,5-4 milliós városrégió közepén vannak ezek a pályaudvarok, ahol ma már a külvárosokba költözött rengeteg munkahely, rengeteg ember kiköltözött a külső városrészekbe, rengeteg igény lenne arra, hogy ne csak be a belvárosba, be a délibe, be a nyugatiba lehessen utazni, hanem összekössük a régió különböző pontjait egymással. Távolsági közlekedésben Kelet- és Nyugat-Magyarország között ma nincsenek közvetlen távolsági vonatok egy-két kivétellel, nem lehet ilyeneket létrehozni a mai pályahálózaton, miközben egyébként bőven lenne erre igény, és miközben azt látjuk, hogy az eltérő pályaudvarok miatt sokszor nem is egy átszállással lehet megtenni egy ilyen utat, hanem ha az egyik pályaudvar érkezik be vonat keletről, akkor nyugatra metrózással, trollizással, villamosozással lehet csak átszállással elérni
Budapesten keresztül a másik vonatot. Tehát nincs egy integráns magyarországi vasúti hálózat, van egy kelet-magyarországi vasúti rendszerünk, meg egy nyugat-magyarországi vasúti rendszerünk, aminek éppen most az összeillesztésén dolgozunk nagy erőkkel. És a távolsági közlekedés mellett hagyjam emeljem ki külön a nemzetközit is. Budapest a mai vasúti működésével alkalmatlan arra, hogy nemzetközi személyszállító forgalomban tudjunk szintet lépni. A nagysebességi vasút és minden egyéb olyan típusú fejlesztésnek alapköve az, hogy a budapesti átjárhatóságot megteremtsük. Gondoljunk bele, hogy mondjuk Ausztria vasúti hálózatában milyen szerepet tölt ma be a Hauptbahnhofja Bécsnek, az messze nem egy bécsi főpályaudvar fejlesztés önmagában, hanem lehetővé tette azt, hogy Magyarországról Németországba, vagy éppen Csehországból Olaszország felé Bécsben különböző irányváltások és hosszas várakozások nélkül tudjanak áthaladni a távolsági vonatok. Ezt a fajta hálózatszervezési logikát a budapesti hálózat ma nem tudja, és igazából a 19. század vége óta ez ügyben semmi nem történt. Nagy vállalkozások voltak erre, most nem történeti áttekintést jöttem előadni, de a 20. század legelején, már 1902-ben Zielinszky Szilárd leírta, hogy elavult fejpályaudvari struktúránk van, és ezt meg kell változtatni. Akkor még nem volt műemlék a nyugati, úgyhogy akkor még le is szerették volna bontani, hogy egy elavult rossz épület, ami eleve kicsi volt, eleve rosszul tervezték, és nem is jó semmire, hogy lehetett négyvágányos fejpályaudvart építeni. Aztán ma már megszerettük, meg nyilván eszünkbe nem jutna lebontani több mint 100 évvel később. De azért az való igaz, hogy ezek a fejpályaudvarok már akkor is alul lettek méretezve, amikor épültek. Már a 20. század első 20 évében kapacitáshiányosnak, elhibázottnak tartották őket. Az átépítésük akkor napirenden volt, de aztán előbb az első, aztán a második világháború nem tette lehetővé ezeknek az átépítését. Így aztán lényegében a struktúránk változatlan maradt, és semmi nem változott a budapesti vasúti hálózat struktúrájában a 20. század folyamán, vagy mondjuk úgy, hogy a első világháború óta semmiképp. Ahogy látszik ezen a baloldali térképen, a hálózat nagy része az 1800-as évek közepén és második felében épült ki, és alapvetően a hálózat struktúrája őrzi a 19. század örökségét minden szempontból. És ha megnézzük a mai ilyen szexi spagetti ábrát, ami színes vonalakkal próbálja a hálózatot a MÁV bemutatni, látjuk, hogy valójában a 19. századi hálózatra van fölvíve a mai térképábrázolási technológia. Nem sokat változott a hálózat alaplogikája az elmúlt több mint 100 évben. Alapvetően a háború után elvileg lehetett, azért volt egy jó pár évtized, amikor lehetett volna ezen változtatni, és most szintén nem akarnék elveszni a szocialista közlekedéspolitikának a hosszas elemzésébe, de azt gondolom, hogy a budapesti közlekedéspolitikának azt a 40 évét azért jól leírja ez a két ábra, az autóközpontú közterület átalakítások és a szovjet típusú metróhálózat fejlesztése annak minden polgári védelmi és egyéb aspektusával. Tehát alapvetően az a fajta fejlődés, ami a 70-es, 80-as években tőlünk nyugatra, vagy ha úgy tetszik a vasfüggöny túloldalán már az S-Bahn rendszerek kiépültével megindult, az a keleti blokkot teljes egészében elkerülte. Részben hadi, részben várospolitikai szempontok miatt. Ez egy érdekes kutatási téma lenne, talán elég távol vagyunk ettől az időszaktól, egyébként lehetne erről többet beszélni, hogy valójában az elővárosi vasutakkal szembeni elutasítása ennek a korszaknak azon a szövegeken túl valójában hol gyökerezett a nyomtávkülönbségeken a Szovjetunió és Kelet-Európa között, vagy, és az ebből eredő fejlesztési ambivalencián, vagy éppen azon sokan ezt a megközelítést is vallják, hogy a ma trendi és ma fenntarthatósági szempontból kedvelt kompakt város logika mentén ugye a lakótelepek fejlesztésével, az agglomerációs, szuburbanizációs hatások megfékezésével számoló közlekedéspolitika valójában nem akarta azt, hogy elővárosi vasutakkal a kiköltözést bátorítsa és az agglomerációs települések lakosságszemnövekedését növelje. Ez egy érdekes vita, de most nem egy történelmi konferenci, vasút történeti vagy közlekedés történeti konferencián vagyunk, úgyhogy nem vesznék el ebbe. A tény, ami nekünk ma tény, hogy lényegében strukturális változás ebben a 40 évben és aztán a rákövetkező a rendszerváltás utáni 30 évben sem történt a budapesti vasúti hálózaton. Ennek eredményeként ma ott tartunk, hogy a budapesti vasúti hálózatunk kapacitás térképe így néz ki. Lényegében, ahol pirossal vagy sárgával látjuk a színezést a térképen, ott érdemi kapacitás tartalék a vasúti hálózaton nincsen. A különbség az annyi, hogy a piros esetben semmilyen kapacitás tartalék nincsen, a sárga esetben ütemen kívül, menetrendben nem illeszthető módon esetleg még néhány vonat közlekedhet, de annak meg ugye elővárosi közlekedésben éppen nulla értelme lenne. Tehát gyakorlatilag, ahol piros vagy sárga szint látnak,
ott a vasúti infrastruktúra kapacitása elfogyott. Jelenleg a budapesti vasúti hálózatunk reggeli csúcsidőben 42 személyszállító elővárosi vonatot fogad, és ezzel el is értük a rendszer mai kapacitás maximumát. A hálózat terhelt két problémától, sok más mellett, de két alapproblémától terhelt. Az egyik, hogy minden vonat a túlterhelt fejpályaudvarokra fut be, amelyek lényegében zsákutcaként működnek, és lényegében a gőzmozdonyok korából megörökölt technológiával próbálják fordítani az egyébként metrószerű közlekedésre alkalmas elővárosi motorvonatainkat, végtelen mennyiségű helyet elpazarolva és egy végtelenül nehézkés technológiát ráerőltetve a mindennapi elővárosi közlekedésre. Emellett az elmúlt több mint 100 év település szerkezeti változásait a budapesti vasúti hálózat egyáltalán nem követte le. Tehát nem csak, hogy az elmúlt 2-3 évtized ilyen lakópark és egyéb irodaház és ingatlan fejlesztéseit nem követte a rendszerváltás utáni néha vadabb, néha kevésbé vad városfejlődést, hanem a szocialista várospolitika eredményeként létrejött lakótelepépítéseket sem követte le, elég belegondolni abba, hogy mondjuk a Káposztásmegyeri lakótelep mellett hogy halad el a vasút megálló nélkül. És ugye szintén a szocialista közlekedéspolitika eredményeként megépült szovjet típusú metróvonalak is úgy keresztezik a vasutat, hogy a megállók, a csatlakozási pontok nem épültek ki. Elég ide a Hung Expo melletti hiányzó 100A és 2-es metró közötti kapcsolatra, vagy éppen az Üllői útnál a 3-as metró és a déli körvasút közötti kapcsolat hiányára utalni. Tehát valójában hálózatosodás, átszállópontok, csomópontok, és azok a fajta kötött pályás vonalak kereszteződésénél létrejövő átadó pontok, amik meghatározzák mondjuk a német S-bánokat bármelyik nagyvárosba, ezek Budapesten az elmúlt 100 évben nem épültek ki. És amikor valami történt is, arra a vasút egyáltalán nem reagált, a vasút mellett lényegében elment a 20. század Budapesten és környékén, úgyhogy semmilyen hatást nem gyakorolt rá. Eközben azért mégiscsak az a helyzet, hogy ahol a MÁV-nak ma van utasa, az itt a központi régióban van. Minden 100 utasból, aki a MÁV szolgáltatásait igénybe veszi, 74 a központi régióban teszi ezt. És hogyha a héveket, ami ugye a MÁV fenntartásában álló, nem nyílt hozzáférésű pályahálózaton zajló elővárosi közlekedés, ha a héveket ki is vonjuk ebből a számból, akkor is igaz az, hogy minden 100 utasból 61 a központi régióban veszi igénybe a vonatokat a MÁV, ez esetben a MÁV start szolgáltatásai közül. Ha megnézzük a magyar állomások utasforgalmát, az 1 millió fölötti éves utasforgalomból 37 állomás veszi ki a részét, ebből 27 a központi régióban van. Ezek látszanak zöld színnel ezen az ábrán. Ami zöld, az központi régió, ami kék, az nem. És érdekes azt megnézni, hogy Vác ma már nagyobb forgalmú állomás, mint Debrecen, Érd alsó nagyobb forgalmú állomás, mint Miskolc, Tiszai vagy Nyíregyháza, és Monor lényegesen nagyobb forgalmú, mint Szeged. Tehát amikor az országos térképre ránézünk, és a nagy megyeszékhelyeket, Magyarország történetileg nagy fővároshoz képest másodlagos méretű városait nézzük, és az Intercity-kről gondolkodunk, hogy gyakran elfelejtjük azt, hogy valójában Monoron vagy Vácon többen szállnak föl a vonatokra, mint a legnagyobb megyei jogú városaiban és megyeszékhelyei Magyarországnak. A kisebbekről nem is beszélve, érdemes megnézni, Pécsnek az utasforgalma nyilván az odavezető vonal rossz állapota miatt kisebb, mint Tárnoké vagy Nagykátáé. Budapesten éppen a hálózat komplexitásából és abból eredően, hogy egy ilyen volumen, egy ilyen bonyolultságú vasúti csomóponthoz, ahol 11 MÁV nyílt hozzáférésű országos vasútvonal és még egyébként 4 hévvonal fut össze, egy ilyen komplexitású vasúti csomóponthoz nem lehet hálózati és strukturális logika nélkül hozzányúlni, mert egyből beleütközünk abba, hogy na jó, de mi lesz itt, hogy fog ez csatlakozni, hogy ér össze, mi a stratégia. És mi a stratégia, lássuk be, nem volt az elmúlt 30 évben, ezért valójában sosem sikerült igazán hozzányúlni. Tehát az összes fejlesztés az megállt az első nagyvárosi csomópontnál, Rákosnál, Kelenföldnél, és nagyon fontos, nagyon lényeges, és a mostani stratégiához nélkülözhetetlen fontosságú vasútfejlesztések zajlottak az elmúlt években Budapest körül, de Budapestnek az igazán nehéz kor mag szekciójába, Budapest közepébe, ott, ahol a vonalak már összefonódnak, nem történt semmi, mert hiányzott az a fajta hálózati vízió, amire alapozva ezeket a projekteket úgy lehetett volna megtenni, hogy a részekből aztán egy egész álljon össze. Ennek a vége az, hogy a nyugati pályaudvaron mind a mai napig kézi erővel működtetett vonóvezetékes váltó működtetés van, és a biztosító berendezés az pontosan azon a technológiai szinten van, mint a II. Világháború környékén.
Miközben egyébként nem kell külföldre mennünk jó példákért, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Európai Uniós forrásokból számos olyan fejlesztést valósított meg Magyarországon, amelyek a 21. század színvonalára tudták emelni a vasutat. Itt jobb oldalon a Balaton kontúrját minden magyar megismeri, látszik a dél-balatoni vasútvonal digitális biztosító berendezése. De tudjuk, hogy mit kell csinálni, csak egész egyszerűen a központi régió közepén, Magyarország vasúti szívében a feladat komplexitása, egyébként drágassága, nehézsége megakadályozta azt, hogy ebben érdemi előrelépés történjen, de muszáj, hogy történjen, mert ilyen technológiai szinten a magyar vasúthálózatot nem lehet működtetni, ahogy jelenleg Budapest szívében ezt ma tesszük. Mindeközben Budapest és környékére óriási közúti nyomás nehezedik. Ugye 2010-ben 1 millió autó volt Budapesten és a Pest megyében forgalomban, ehhez képest a friss számok szerint 2020 végén 1,28 millió, tehát majdnem 300 ezer autóval lett több, és valószínűleg az idei évi statisztikában meg is lesz ez a 300 ezeres szám 2010-hez képest. Ami azt jelenti, hogy Budapesten belül 20, a Pest megyében 40%-kal nőtt meg az autók száma, és most ott tartunk, hogy minden második magyar autó itt a központi régióban van, működik és használják. Ezt a fajta autóforgalom növekedést a budapesti úthálózat nem tudja és nem is akarja kezelni, fogadni, menedzselni. Erre itt abban az ördögi körben és spirálban vagyunk, hogyha ezt megpróbálnánk kiszolgálni, akkor el kéne kezdeni a város lebontani az autók kedvéért, miközben ez nyilvánvalóan a 20. században volt, aki ezt megpróbálta Amerikában vagy Nyugat-Európában, akár még a szocialista blogban is, és láttuk jól, hogy nem ez a fenntartható városokhoz vezető út. Eközben a közúti forgalom körülbelül évi 4 millió tonna széndioxid kibocsátásért felelős a központi régióban, ez az autók számával együtt még a technológia fejlődés ellenére is azért folyamatosan romlik, és az ebből eredő egészségügyi költségek évente majdnem 1 milliárd euróra rúgnak. Ezek azok a közvetlen költségek, amik a különböző az autók által okozott légszennyezés miatt kialakuló tüdőbetegségekből és egyebekből erednek. Nem akarok senkit elkeseríteni, főleg nem a külföldi vendégeinket, de jelenleg Budapesten az egészségügyi világszervezet által egészségesnek minősített határérték duplája a szállópor és részecske szennyezés a levegőben éppen ma tettek közé ez ügyben egy figyelmeztetést. Tehát a levegőminőség romlása az mindannyiunk, és azért sok európai város van ezzel így, tehát nem Budapesten látnak csak ilyet. A levegőminőség romlása és a városi levegőszennyezés az autóforgalomban eredően mérhető évekkel rövidíti meg egyébként nem csak a mi életünket, hanem a gyerekeinkét is, hiszen látszik az, hogy például a gyerekek aszma betegségei és gyerekkorban jelentkező tüdőmegbetegedések milyen drámai mértékig növekednek az autóforgalomból eredő légszennyezés hatására. Nyilván a vasút tud lenni ebben, és a kötetpályás fenntartható elektromos közlekedés, ami léptékében tud nagy változást hozni. Nyilván ezt akár ki tudja egészíteni kerékpáros közlekedés a belső városmagokban, vagy az agglomerációs ráhordásban, de vasút nélkül lehetetlen egy 4 milliós várostérség közlekedését fenntarthatóvá tenni. Vannak jó példáink, és ezt fontos kihangsúlyozni. Az elmúlt egy-másfél évtizedben, ahogy mondtam, zajlott vasútfejlesztés, csak a budapesti MAG hálózatot került el, de számos Budapestre vezető vasútvonalon érdemi pályafelújítás történt, az esztergomi vagy a székesfehérvári vonal esetében látszik az, hogy az utasforgalom lényegében megduplázódott a fejlesztések hatására, és ez a növekedés tudna folytatódni, látszik a többletutasigény, már az esztergomi vonalon emeletes vonatot is be kellett állítani, de mégis az a helyzet, hogy ezt nem tudjuk megtenni, mert most jutottunk el oda, hogy már a fejlesztett vasútvonalakon sem tud több vonat járni, mert a budapesti hálózat nem tudja fogadni a többletvonatokat. Tehát lényegében a fejlesztett vonalainkon is elértük az utasszám növekedésének a határát, és látszik az, hogy az elhanyagoltabb vonalakon, ahol a pályasebesség 40 km/h, és nem sikerült felújítani, mint mondjuk a Lajos-Mizsei vonal itt a lista alján, ott egy drámai utasszámvesztés is végbe ment az elmúlt 10 évben, és ez nem a Covid hatása, ezek Covid előtti számok. Több érdemi és fontos lépés történt a budapesti vasúti közlekedésben azért az elmúlt évtizedben, ez nagyon fontos, másfél évtizedben, talán két évtizedben is, ezt érdemes kihangsúlyozni. Az első az ütemes menetrend megjelenése, ami a svájci, német és egyéb példák alapján ugye megpróbálta meghonosítani az ütemes menetrend alapjait 2004-ben Magyarországon. Ebben mind a mai napig azt gondolom, hogy elismerés illeti azokat a szakembereket, akik akkoriban ezen dolgoztak, hiszen a közép-kelet-európai régióban elsőként tudott egy nagyot lépni előre
a MÁV ezügyben államtitkár úr is, kormányos vezérigazgató helyettes úr is azok között volt, akik ezért sokat tettek 17 évvel ezelőtt. És mind a mai napig azért azt tudjuk mondani, hogy bár sok-sok nehézségünk van, de azért Magyarországon egy ütemes menetrendi alap van, és tudjuk jól, hogy még nyugat-európai államokban is néha nagy vita van arról, hogy ilyen marketing alapú menetrendtervezésre vagy ütemes alapú menetrendtervezésre van szükség. Magyarország szerencsére a második mellett tette le a voksát, és ki is tartunk emellett. Az egész budapesti agglomerációs vasúti stratégiát erre egy nagyon világos, szigorú ütemes menetrendi alapra építjük, látva a legjobb európai példákat. És nem véletlen, hogy a holnapi szekcióban, amikor majd a menetrendi részletekről fognak hallani, akkor pont egy svájci szakember fog többek között erről beszélni önöknek. Igyekszünk a legjobb példákat összegezni. Emellett egy fontos előrelépés volt, és bőven van még ebben is feladatunk, hogy Budapesten belül sikerült egyesíteni a bérleteket, és már Volán BKK bérlet egy egységes rendszerben működik Budapesten belül. Sajnos a régióra kiterjeszteni ezt még nem sikerült, egy-két kivételtől eltekintve. Ebben nagy feladat van előttünk, vannak kész javaslataink az ITM-mel együtt. Bízunk benne, hogy mi hamarabb ezeknek az elfogadása meg tud történni, és egy regionálisan is egységes bérletrendszer bevezethető lesz Budapest környékén is. Illetve 2007-től kezdődött el egy drámai mértékű, pozitív értelemben drámai mértékű járműcsere program az alacsonypadlós korszerű motorvonatok megjelenésével. 123 flirt és 40 emeletes motorvonat érkezik a budapesti elővárosi közlekedésbe, és lényegében két éven belül eljutunk oda, hogy az elővárosi szolgáltatásokban egy-két apró kivételtől eltekintve csak korszerű Stadler motorvonatok fognak járni. Ez szerintem egy nagyon fontos alap, amire lehet építkezni. És akkor innentől kezdve, lezárva egy picit a múlt elemzését arról, hogy akkor merre is megyünk tovább. A budapesti agglomerációs vasúti stratégiát kétféle munkával kezdtük el. Az egyik egy hipotézis gyűjtés volt, amiben a vasúti szakma összes képviselőit megszólítottuk, a MÁV-tól a árufuvarozókon át, az utasokat képviselő szervezetekig, az önkormányzatokig, hogy milyen problémákat látnak ők a vasúti közlekedésben. Ebből nagyon világosan kiderült, hogy a Duna keresztezése az egyik legfontosabb probléma. A Dunai keresztmetszeten a legkisebb a kapacitás, mind a személy, mind a teherforgalomban. Ennek a különböző verzióit hosszasan elemeztük, hogy lehet ezen változtatni, erről mindjárt beszélni fogok. A másik pedig egy szakmai munka, ami megindult arról, hogy azt fölmérjük, hogy itt mekkora is valójában a növekedési potenciál. Mert ugye mit látunk? Azt, hogy sokan utaznak az elővárosi vonatokon a mai állapotukban is. Ha bárhol fejlesztünk, nem tudunk annyit fejleszteni, hogy ne teljenek meg a vonatok. Tehát itt valahol nyilván van a növekedésnek egy határa, de sose próbáltuk ki, hogy hol van ennek a növekedésnek a határa, mert bármit csináltunk, mindig megtelt minden. Tehát elkezdtünk egy olyan fajta potenciál elemzést végezni, ahol forgalmi modellezéssel, hasonló lélekszámú és GDP helyzetű más európai nagyvárosoknak a utazási szokás elemzésével, a Budapest körüli jobb és rossz példák eredményeinek összehasonlításával, közvéleménykutatásokkal, a konkrét agglomerációs vonalakon, ahol már történt fejlesztés, például az esztergomi vonalon, annak fölmérésével, hogy mi és hogyan hajtotta előre és változtatta meg az utazási szokásokat. Tehát egy elég sok rétegű vizsgálati módszerrel próbáltuk megbecsülni azt, hogy hol mekkora növekedési potenciál van a vasútban. Ebből összességében azt tudom mondani, mindjárt mutatok számokat még erről is, de összességében egy 80%-os utasforgalom növekedés látszik lehetségesnek. De ez nyilván nagyon diverzifikált, hogyha megnézzük azokon a vonalakon, ahol a különböző színek a multiplikátor szinteket jelentik, talán látszanak a számok is. Ha megnézzük mondjuk délen a Dabas vagy Gyál esetében, az látszik, hogy 6,7-szeres utasforgalom növekedés, tehát 670%-os utasforgalom növekedés lehetséges, vagy Gyál vagy Dabas esetében 4,3, az 430%-os. Más vonalakon persze, már történt fejlesztés, ott a számok kisebbek, ott inkább ilyen 10-20-30%-os növekedések láthatók. Tehát átlagában kijön ez, és nyilván amelyik vonalon nem volt fejlesztés, ott háromszoros, négyszeres növekedés, ahol már volt fejlesztés, ott is még egy további 10-20-30%-os tartalék az, amit azonosítottunk. Miért fontos ez? Mert nyilván erre kell méretezni a hálózatot a jövőben. Ha megnézzük, akkor most nem fogok itt minden számot végigmondani, de a lényeg az, hogy arra számítunk, hogy a napi utasforgalom a MÁV elővárosi vonatain 289 000-ről 500 000 fölé tud menni. És erre még a HÉV rájön, tehát ez csak a MÁV Start elővárosi forgalmára vonatkozó szám. És tudjuk csökkenteni 115 000-rel az autóval ingázók számát. Szomorú hírem, hogy nem a maihoz képest, hanem a
a folyamatosan növekvő jövőbeni állapothoz képest. Tehát ha egyáltalán meg akarjuk állítani az autóáradat növekedését Budapestre, akkor is el kell végezni ezt a programot, és nyilván, ha mai állapothoz képest csökkenteni szeretnénk, akkor még ennél is ambiciózusabb forgalomcsillapítási és egyéb intézkedésekre van szükség. Alapvetően tehát azt azonosította ez a stratégia, ez ilyen nagyon egyszerű ábrán, hogy hol tartunk, rengeteg leromlott állapotú szakaszunk van a vasúti hálózaton, nagyon sok a kapacitás hiányos szakasz, és a fejpályaudvarok környékén a kapacitás szűkület, és ugyanakkor van egy teljesen jó állapotú járműállományunk az elővárosi forgalomban, és van egy 80%-os növekedési potenciálunk. Mit lehet tenni? Három stratégia lehetséges, ez nyilván egy leegyszerűsítő ábra, de a lényeg azért benne van. Az egyik, hogy nem költünk rá igazából többet, mint eddig, és nem foglalkozunk a kapacitással, csak felújít, nem foglalkozunk azzal, hogy a kapacitást bővítsük, ez nyilván egy hanyatlást hoz, láttuk ezt mondjuk a Lajos-Mizsei vonalon. Lehet egy ilyen megőrző típusú felújító hozzáállás, amikor azt mondjuk, hogy hát kapacitást nem bővítünk, de a pályákat felújítjuk, költünk rá, amennyit muszáj, az egy stagnálási pályát hoz nagyjából, és a másik, hogy megpróbáljuk ezt a potenciált kiaknázni, és annyit költünk rá, hogy a kapacitás érdemben nőjön, és azokat az utasokat, akiket el lehet érni vasúttal, azokat ki is szolgáljuk. Ezt az utóbbira tett javaslatot, ez a stratégia, ami nyilvánvalóan annak az ára egy 10-12 milliárd eurós beruházás a következő 20 évben a budapesti elővárosi vasúti közlekedésben. Ez a stratégiai döntés ez ezt jelenti, de ezt ajánlottuk a kormány számára, illetve erre alapozzuk az Európai Uniós projektjeinket a következő években. Most az alapvető célokat kiemelve a stratégia azt a célt fogalmazza meg, hogy Budapest környékén minden elővárosi övezetből legalább óránként 4 vonat induljon Budapest felé. Ez nyilván egy vonalon többet jelent, mert zónázók, személyvonatok, egyebek keverednek. Ezek egy vonalról, vagy egy körzetből legalább 3 irányba, 3 metróvonal felé legyen kapcsolat, a déli körvasútnál mondjuk majd a 4-es metró felé, a keleti bemenő vonatnál a 2-esre, ami észak felé megy a 3-asra, tehát hogy hálózza be minden vonal felől egy átjárható S-bahn rendszer Budapestet. Összességében duplázzuk meg az elővárosi forgalmat, ugye 97%-os növekedési potenciált azonosított a forgalmi modellezésünk, és legyen egy egységes bérletési egyrendszer a teljes régióra. Ezt a célt tűzi ki a budapesti agglomerációs vasúti stratégia. És alapvetően az, hogy a város közepén ezeket a kapacitáshiányos fejpályaudvarokat át tudjuk alakítani, és a fejpályaudvarokra épülő rendszert át tudjuk alakítani, ez alapvető fontosságú. Ugye az átjárhatóság egyik első eleme, amiről államtitkár úr is beszélt, a déli körvasút fejlesztése. 3 transzeurópai koridor keresztezi a Dunát Budapesten, Budapest lényegében központjában, amelyek teljes Nyugat-Európa és Kelet-Európa között a vasúti áruszállításban, személyszállításban egyaránt nagy szerepet játszanak. Lényegében Románia és Ukrajna és Kelet-Magyarország felől Nyugat-Európa felé ez az egyetlen érdemi vasúti koridor, ahol át lehet haladni. És egy speciális helyzet, hogy ez a város közepén halad át. Nyilván a V0, ha egyszer megépül, ezen tud majd oldani ezen a feszültségen, de az még azért egy kezdeti fázisban van. Éppen ezért döntött arról a magyar kormány, hogy a ma 2 vágányos vasúti hidat és a hozzá kapcsolódó szakaszokat 3, illetve szakaszosan 4 vágányosra bővíti. Ezt a projektet hívjuk déli körvasútnak. Az 2014 és 20 közötti uniós időszakban a híd bővítése kezdődött meg. Most már a második hídon tegnap, az az elem a helyén van, és a tegnapán hordogurítás is volt, tehát rövidesen a vonatok is birtokba veszik a második hidat. A harmadik hídnak a bontása pedig most kezdődik meg a Rozsdás hídnak itt baloldalon, és annak az új hídra cserése is jövő évreben megtörténik. A projekt azonban messze nem csak ennyiről szól. Végig a környező szakaszokon mindkét oldalon is vágánybővítések történnek 2-ről 3, illetve 4 vágányra. Magyarország a következő 7 éves időszak egyik legnagyobb CEF projektjeként készül erre a beruházásra, és 3 helyen új állomások is épülnek. Nádorkertnél a nagy irodai és egyetemi és ingatlanfejlesztési zóna mellett, Közvágóhídnál, ahol a jövőbeni hévekhez, fejlesztett hévekhez és egyébként a teljes déli városfejlesztési zónához kapcsolódik a vasút. És egyébként a Közvágóhíd lesz több mint 100 év után az első új távolsági pályaudvara Budapestnek, ahol távolsági vonatok megállására is alkalmas új csomópont épül ki. És a Népligetnél pedig a 3-as metró Ecseri úti állomásához csatlakozva az Üllői útnál épül ki egy új állomás. Nagyjából itt látszanak ezeknek a jelenlegi tervei. Ugye a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő az első szakaszra, ami Kelenföldtől a budai Dunapartig tart, illetve része a Közvágóhíd állomás, a kivitelezési tendert lefolytatta, és az esemény mai főszponzora kapta azt a lehetőséget a NIF-től, hogy megépítse a déli körvasútat a következő több mint 6 évben. A
következő szakaszokra pedig Népliget állomás vonatkozásában, illetve a Ferencvárosi pályaudvar, rendezőpályaudvar bejárata fölött épülő új vasúti híd különszintű átemelés esetében, ahol ugye vasút-vasút különszintű csomópontot hozunk létre, szintén sok évtized után először a budapesti központi régióban. Itt az engedélyezése zajlik jelenleg ezeknek a beruházási elemeknek, itt a kivitelezési tendert jövő év első negyedévében fogja kiírni a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő. Itt épp egy friss ilyen madártávlati nézet Népligetről látszik az, hogy az új állomás, ugye ma itt nem állnak meg a vonatok. Ugye erre utaltam az előbb, hogy a 3-as metró itt megy ez alatt az út alatt, és hogy mennyire a vasút nem volt fókuszában a fejlesztésnek, jól mutatja, hogy a 3-as metró úgy épült itt ki a 70-es évekre, hogy nincsen csatlakozása a vasúthoz. Most ezt ki fogjuk építeni ezzel az új vasútállomással, ami egy azért fontos állomás, mert nem csak a déli körvasút egyik fontos állomása, hanem egy átszálló csomópont is lesz, hiszen az vasút-vasút között is, hiszen például a Kelet-Magyarország felől jövő olyan vonatok, amik a déli körvasúton átmennek majd nyugat felé, azokról itt lehet majd átszállni a reptéri vasútra egyszerre, hiszen az meg innen a déli körvasút felől fog kimenni a repülőtérre. Tehát azt gondoljuk, hogy ez önmagában is egy fontos vasút-vasút átszálló csomópont, ahol a nyugati és keleti irányok összetalálkoznak, és emellett pedig az egyre fejlődő térséget kiszolgáló fejlesztés, és hogy mennyire látszik az, hogy mennyire épp, ugye itt ennek a környékén, ennek a fejlesztésnek most készül el egy új kézilabda stadion, fölépült több új irodaház, Mávszékház is itt van nem messze, és éppen ennek az egész területnek, ami ott látszik, hogy egy ilyen benzinkutas, aldis, nem tudom milyen környezet, annak is az intenzív beépítésére a fejlesztési tervek most készülnek el. Tehát a vasút segít abban, hogy egy kompakt városfejlődés birtokba vegye ezeket a területeket. És egyébként a Népligetnek, Budapest egyik történelmi közparkjának is egy új bejáratát nyitjuk meg a vasútállomáson keresztül. De ez még önmagában nem elég. A budapesti agglomerációs vasúti stratégia, amikor az utasszámnövekedési potenciált és a dunai átkelés problematikáját körbejárta, az arra jutott, hogy a déli körvasút ez az előbb elmondott fejlesztése arra elég, hogy a ma is meglévő lappangó kapacitás hiányt megoldja. Mit értek ez alatt? Egyrészt az, hogy a tehervonatok sokszor hosszú-hosszú órákat kell, hogy várjanak, hogy átjussanak Budapesten, és éjszaka zavarják a lakókat a környéken. Számukra nappali menetvonalak megnyithatóak lesznek ezen fejlesztés révén. Az új megállók révén a város közlekedésébe jobban be tudjuk kapcsolni az elővárosi vonatokat, és a már felújított vonalakról egy nagyon egyszerű példát mondok, Puszta-Szabolcsi vonal, a felújítása most fejeződött be. Ért felül az a célunk, hogy 10 percenkénti elővárosi közlekedés legyen. Erre a pálya már meg is van lényegében, még az a kis delta hiányzik ott, de az is meg lesz jövő év végére. De ezt nem tudjuk megtenni, mert a budapesti hálózat nem tudja fogadni a felújított vonalról a vonatokat. Tehát a már meglévő felújított pályáink kihasználásához is kell a déli körvasút, de ezek meg is töltik. Tehát a déli körvasút a jelenlegi tudásunk szerint az átadás másnapján tele lesz, és a kapacitása el is fog fogyni rögtön. Ez jó hír, mert van igény, de abból a szempontból rossz hír is, hogy ezzel önmagában nem tudjuk megoldani a kapacitás hiányt. Az a menetrendi modellezés, amit elvégeztünk, azt hozta ki, hogy a mai 42 vonatról 93-ra kell növelni a Budapestre belépő személyvonatok számát a reggeli csúcsórában ahhoz, hogy ezt a fajta utasszám növekedési potenciált ki tudjuk aknázni, amiről az előbb beszéltem. Ezt az utasszám növekedést, ezt a volumen növekedést önmagában a déli körvasút nem tudja megoldani. Két utat néztünk, az egyik az, hogy megpróbáljuk a fejpályaudvarokat bővíteni. Ez nagyon drága, a Budapest legértékesebb területein igényli a vasút további bővítését és helyfoglalását, és valójában egy teljesen elavult struktúrát konzerválunk újabb évtizedekre. Ráadásul nem is tudjuk, akárhogy fejlesztjük, ha mi faltól falig beépítjük a fejpályaudvarok környékét vágányokkal, akkor se tudunk ennyi vonatot fogadni bennük. Éppen ezért a stratégia arra tett javaslatot, hogy egy új vasúti alagút előkészítését kezdje meg a magyar kormány, és ezt meg is tettük. Egy olyan új vasúti alagútét, amelynek a megvalósítottsági tanulmánya most készül. A holnapi napon az egyik szekció egy jelentős része fog erről szólni, és azok a szakmai szakértő kollégák, tervezők, akik most ezen dolgoznak, be fogják mutatni, hogy hol tartunk ezzel. Nálam sokkal részletesebben. De a lényege az röviden, hogy a déli pályaudvar felszíni pályaudvarát felszámolva, a Kisgellért-hegy után a pálya elsüllyedjen föld alá, egy föld alatti állomással a Szél-Kálmán tér térségében, mély fúrással keresztezze a Dunát, egy kétvágányos vasúti alagútban, és érkezzen meg a nyugati pályaudvarhoz, amely nyugati pályaudvar a Pestről jövő vonatok nagyobb száma, a Budapest környéki vasútvonalak forgalmi aszimmetriája miatt nyilvánvalóan megmaradt fejpályaudvarként is, de egy föld alatti átmenő pályaudvarral egészülne ki, hasonlóan mondjuk a zürichi főpályaudvarhoz.
Ebben a struktúrában lényegében átmérős vonatok tömegét lehet megszervezni, amelyek részben a régióban mondjuk Vácról közlekednek Székesfehérvárra, részben távolsági forgalomban összekötik egymással Budapest központján keresztül Debrecent a Balatonnal, vagy Bécset a budapesti repülőtérrel. És az átmenő, hiszen egy átmenő peron mellett óránként meg tud állni 12 vonat, míg egy fejpályaudvari peron mellett óránként 2, hogyha a mávok nagyon-nagyon-nagyon sokáig szorongatjuk, akkor esetleg 3. Látszik az, hogy egy ilyen átmenő struktúra lényegesen nagyobb kapacitást tud mint biztosítani Budapestnek és környékének, mint a fejpályaudvarokra épülő. Ennek a munkának jelenleg ott tartunk, hogy a megvalósítatósági tanulmánya jövő tavaszra készül el. Az ebben dolgozó szakértők, mind a Fönterv magyar infrastruktúra tervezői, mind az SMA svájci menetrendi modellezői, mind az UN Studio holland-brit építésziroda építészeti mestertervezői, mind a hétfa és a STIR megtérülés számítás közgazdasági modellezést végző szakemberei a holnapi napon fognak önöknek beszámolni arról, hogy hol is tartunk. Jelenleg éppen az új átmenős nyugati pályaudvarnak a tervezés zajlik. Egyelőre megvalósítatósági tanulmány szintjén, de megyünk tovább. Azt tudom önöknek elmondani, hogy két vonalon is tovább haladunk. Egyrésztről a BFK a magyar kormány támogatásával pályázott közvetlen brüsszeli CEF forrásokra a további tervezés érdekében. Ezt megnyertük, ezt a pályázatot, így az alagút környezetvédelmi engedélyig való tervezésére, környezetvédelmi hatástanulmányra és környezetvédelmi engedélyre közvetlen CEF forrásokból rövidesen a BFK szerződést kötésében. Tovább megyünk ebben a munkában, éppen az ajánlatok a tenderünkön tegnapi napon érkeztek be. És kiírtunk egy nemzetközi építészeti tervpályázatot, amely pedig már a nyugati pályaudvarnak az ilyen típusú átalakítására szól. A megvalósítatósági tanulmányunk világossá tette, hogy itt kell kezdeni, hiszen ez a legnehezebb, legbonyolultabb pontja ennek az egész projektnek. A fejpályaudvart kell először átalakítanunk és alkalmasra tennünk arra, hogy egy későbbi alagúti üzemmel kompatibilis legyen. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy kétszintű fejpályaudvart építünk ki, ahol a felszínen a mai 17 helyett 13 vágány lesz, a föld alatt viszont egy 6 vágányos pályaudvar alakul ki, ami első ütemben fejpályaudvarként működik, és aztán később a fúrópajzsebe be tud érkezni Buda felől, és átmenő pályaudvarát tudjuk alakítani. Ebben a lépéssorban lehet azt biztosítani, hogy a vasúti közlekedés mindvégig fejlődjön és fenntartható legyen, addig is, amíg az alagút egyszer megépül. Nemzetközi építészeti tervpályázatot írtunk ki erre az új kétszintes nyugatira. 36 iroda jelentkezett erre, ennek a részvételi szakasza múlt héten zárult. Ebből 12-t fogunk kiválasztani. Azt tudom elmondani önöknek, hogy a világ összes olyan nagy nevű irodája, aki nagy vasútállomást tervezett Európában az elmúlt 15 évben jelentkezett erre a tervpályázatra. Japántól Franciaországig, Nagy-Britanniától, persze Magyarországig, több mint 15 konzorciumban magyar irodák is vannak, jelentkeztek erre a feladatra. Jövő héten fogjuk bejelenteni, melyik 12 iroda kap arra lehetőséget, hogy márciusig elkészítse a nyugati tervpályázati terveit, amik közül márciusban fog a zsűri dönteni. Maga a tervpályázat kiterjed a nyugati pályaudvar, most már nem így kinéző egyébként, hiszen a tetőrekonstrukció véget ért, csak azóta nem tudtuk szépen lefotózni, mert még föl van állványozva. De a nyugati pályaudvar történelmi épületét megtartva a környező peronok, peronfedések, vágányzónák teljes rekonstrukciójára, a környező közterületeknek, az elhanyagolt parkolónak és minden egyébnek a rendbetételére, és annak az új műtárnak a megtervezésére, amely rámpákkal egy kétszintű pályaudvar létrehozásához szükséges. A Dózsa-György úttól befelé a Nagykörútig a teljes vasúti terület újratervezése feladata. Itt egy építésztervpályázatról beszélünk, de nyilván vasúttervező mérnökök nélkül egyik építésziroda se fog ebbe belevágni, és eleve azt az referenciát írtuk elő, hogy legalább 40 ezeres napi utasforgalmú pályaudvar tervezésében referenciával bíró építésirodák indulhatnak csak el, tehát nyilvánvaló, hogy komoly vasúti tudással, pályaudvar tervezési tudással bíró mérnökcsapatok pályáznak ezen a tervpályázatunkon. Jelentős rozsdövezeti zónák övezik egyébként a pályaudvarok környezetét, ezeknek a fejlesztésére is készítjük a terveket. Már látom, hogy lejár az időm, úgyhogy inkább fölgyorsítom. Kiemelném azt, hogy egy jelentős nemzetközi kitekintéssel végezzük a munkánkat, csak fölvillantok inkább példákat, azt látjuk, hogy nagyon sok mindent lehet tanulni a közép-kelet-európai országok vasútfejlesztéseiből, akár Prágából, ahol pontosan ott tartanak, mint mi. Egy vasúti alagút előkészítése zajlik jelenleg, majdnem ugyanazokból az okokból, mint nálunk, szorosan együtt dolgozunk, illetve hát a véletlen, vagy illetve hát az, hogy az európai szaktudás nyilván véges,
azt hozta, hogy nagyjából ugyanaz a tanácsadó csapat dolgozik a budapesti és a prágai vasút alagút előkészítésén, vagy sok átfedés van, inkább így mondom, köztük. És olyannyira szoros az együttműködés, hogy a Sprawa Železnic állomásfejlesztési igazgatóját meghívtuk a nyugati pályaudvar tervpályázati zsűriébe, tehát igyekszünk a közép-kelet-európai együttműködést erősíteni e tekintetben is. Prága sok szempontból példaértékű, ahogy nagyjából ugyanazt a munkát próbálja most elvégezni az ESZ Prágában, mint amit mi itt, hogy a megörökölt, sok szempontból kiszerű és kapacitáshiányos vasúti hálózatot egy 21. századi elővárosi hálózattal fejlesszék. Brnóban is tanult, ott is lehet tanulni abból, ami történt, szintén egy átmenő nagy kapacitású új pályaudvarnak a nemzetközi építészeti tervpályázata zárult le nemrég gyönyörű eredménnyel egy holland építésziroda, akik egyébként Rotterdam Centralt vagy Amsterdam Centralt tervezték, nyerték el az új brnói főpályaudvar tervezésének a jogát. Sok konzultáción vagyunk túl, hogy a jó tapasztalatokat beépítsük a mi nyugati pályaudvari munkánkba. Varsó új átmenő főpályaudvarának tervezése is zajlik. Igyekszünk a lengyel kollégáktól is sokat tanulni, bár hozzá kell tegyem, hogy az ő léptékük, vagy az ő növekedési gondolkodásuk és léptékük az, ami onnan nézve a mi terveinkre, az még lehet, hogy kicsit kevéssé ambiciózusnak is tűnhet, amiben mi gondolkodunk, de nyilván Lengyelország egy jóval nagyobb ország, mint Magyarország, tehát hogy ezt nyilvánvalóan figyelembe vesszük mi is a tervezésnél. Érdekes példa Lodz, ahol ugye a régi fejpályaudvarból átmenő pályaudvarra alakítás éppen abban a logikában zajlik, ahogy mi is szeretnénk. A fejpályaudvar alatt már ott vannak az átmenő vágányok, megépült az állomás, de maga a vasúti alagút még nem készült el, ennek az építése jelenleg is zajlik, ezeket a referenciákat igyekszünk figyelembe venni. Krakkóban lényegében a mi déli körvasutunkkal azonos jellegű projekt zajlik, a Krakkó belvárosán átvezető vasútvonalnak a bővítése és kapacitás bővítése szintén CEF forrásokból. Igyekszünk a lengyel kollégáktól is megtanulni mindent. És persze itt hozzánk legközelebb az egyik legmagát adó példa az, ahogy Bécs felszámolta a fejpályaudvarokra épülő rendszerét és egy átmenő főpályaudvart hozott létre. Az ÖBB-vel nyilván a MÁV is, mi is napi kapcsolatban vagyunk. És azt, amit lényegében, ugye Bécs sok szempontból hasonlít Budapestre, ennek nyilván megvannak a maga történelmi okai, de az a furcsa strukturális helyzet is létrejött, hogy ugye szintén a főpályaudvartól, vagy Bécs központjától keletre található a repülőtér, és valójában ugye az történik, hogy a nyugatról bejövő távolsági vonatok egy része a repülőtérre megy tovább, egy része pedig keletre, azaz Magyarországra. Valójában a budapesti struktúra is sok szempontból ezt szeretné tovább örökölni, egy teljesen átmenő rendszert létrehozni, ahol a nyugatról bejövő távolsági vonatok egy része Ferihegyen végződik, egy része pedig Debrecen felé, és egyszer, ha a román kollégák is ebben partnerek lesznek, akkor Kolozsvár felé tovább tudnak majd menni. Tehát igyekszünk a legjobb példákat megtanulni, és nyilván Bécsben a felszíni főpályaudvar talán a legismertebb ikon, de a föld alatt ugye az S-bánok szintén egy átmérős rendszerben haladnak át Bécs alatt. És persze Zürich egy sok szempontból érdekes példa nekünk, hiszen egy történelmi fejpályaudvar alatt vasúti alagutaknak most már egész rendszere hálózza át a várost, és lényegében Zürich a méretéből eredően egy metrófejlesztésbe is belefoghatott volna, ott ugye ennek nem volt meg a támogatottsága, és végül is vasúti rendszerekkel, S-bán rendszerekkel hálózzák be az egész régiót. Nyilván más anyagi lehetőségekkel, mint mi, de a hálózati struktúrált gondolkodásból azt hiszem, hogy sok mindent lehet tanulni. Egy kis nemzetközi kitekintés után akkor engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam, hogy hol is tartunk. Tehát az itt ezen a térképen látható szakaszok közül a zöldek azok, mint látszik, főleg a külső bevezető szakaszok, amiknek a felújítása, kapacitás bővítése elkészült. Néhány apró továbbfejlesztés majd még ezeken is kell, de ezek lényegében azért alkalmasak az agglomerációs vasúti stratégia teljesülésére. Ahol lila szint látnak, ott jelenleg zajlik az építkezés a kapacitás bővítés érdekében, ez ugye a déli összekötő vasúti híd és a keleti pályaudvar kőbánya felső harmadik vágány építése. Ahol narancsárga szint látnak, ott valamilyen fázisban zajlik az előkészítés, azért ez vegyes dolog, hiszen mondjuk a déli körvasúton már kiviteli tervek készülnek és kivitelezés indul, míg az alagút esetében még csak a megvalósíthatósági tanulmány készül, tehát azért ez egy tág merítés, de ahol narancsárga szint látnak, ott valamilyen tervezési szerződésünk van és dolgozunk az előkészítésen, ahol kéket látnak, ott pedig a tervezési tender kiírása előtt állunk, és ez a következő fél évben meg fog történni. Tehát látszik az, hogy nem sok vágányméter marad érintetlenül, ahogyha ezt a programot meg tudjuk valósítani. Nyilván évtizedeken áttartó politikai támogatás, egyetértés és finanszírozás kell ahhoz, hogy ebből a tervből bármi legyen, és ne csak egy szép PowerPoint prezentációt tudjak önöknek mutatni, hanem elkészült elemeket. Ebben bízunk, ezért csináljuk, arról szól ez az egész stratégia, hogy ezt a fajta közéleti, politikai, szakmai támogatást és stratégiai gondolkodást megalapozzuk, mert enélkül semmit nem lehet csinálni. Egy vasúti projekt átfutása jelenleg ma Magyarországon a megvalósíthatósági tanulmánytól az átadási ünnepségig 8 év körül van.
Tehát magyarul egy 20 éves terv az valójában 2,5 beruházási ciklust jelent. Hogyha 2,5, de mondjuk legyünk megengedőek, 3 beruházási ciklus előre nem tudunk stratégiailag gondolkodni, akkor lehetetlen jó projekteket csinálni egy olyan komplex rendszerben, mint egy ekkora vasúti csomópont fejlesztése. És végül engedjenek meg még egy ábrát a távolsági közlekedésről, Mosóczy Jan titkár úr előadásához csatlakozva. Abban gondolkodunk, hogy a távolsági közlekedésben a jövőbeni Varsó, Prága, Bécs, Pozsony nagysebességű rendszerek kelenföldi beérkezése, a reptérnél a majd egyszer meglévő Debrecen-Kolozsvár kilépőforgalom, a Belgrád felől megépülő déli kapcsolat, ezek mind-mind jól tudnak illeszkedni ebbe a rendszerbe. Ugye két ágon tudják ezek majd keresztezni Budapestet, egyrészt a déli körvasúton megállva a Közvágóhídnál, meg Kelenföldön, vagy az alagúton keresztül Kelenföld és nyugati pályaudvari megállásokkal. Ennek a rendszernek a részletes tervezésén dolgozunk. Van még néhány diám a hívekről, de szerintem elfogyott az időm, úgyhogy én röviden inkább csak felvillantanám azt, hogy persze a 11 MÁV elővárosi vonal mellett azokon a hívvonalakon is dolgozunk, amelyek nem nyílt hozzáférésűek, csak elővárosi forgalmat látnak el, óriási utasszámmal dolgoznak. Ma is lényegében annyian utaznak a 4 hívvonalon, mint a 11 MÁV start elővárosi vonalon összesen. Tehát azért ez egy érdemi és jelentős utasforgalom, amit itt ki kell szolgálnunk. A távlati víziónk egy olyan átmérős északdéli rendszer az 5-ös, 6-os, 7-es, tehát a Szentendrei, Csepeli és Ráckevei hévek esetében, amely egy átmérős északdéli hévalagúttal összeköti ezeket a vonalakat. Ez egy nem nyílt hozzáférésű tehervonatoknak, intercityknek, egyebeknek nem használható, csak elővárosi célú pályahálózatként működne továbbra is. Egy olyan északdéli átmérős rendszerben, amely a nyugati pályaudvarnál keresztezni a nagyvasutat. Tehát lényegében a nyugati pályaudvarnál létrejönne egy olyan fajta szíve a magyar vasúti közlekedésnek, ami a nyugati ténylegesen főpályaudvarrá tudná tenni, ahol az északdéli hévtengely, a kelet-nyugati átmérős vasúti tengely, egy fejpályaudvar és a hármas metró, meg persze a nagykörúti villamosok találkoznak. Azt gondolom, hogy arra már nagyon büszke lennék, hogyha ez mondjuk a nyugdíjba menetelem előtt elkészülne. Tehát nyilvánvalóan egy nagy távlatú tervről beszélünk. De ha belegondolunk, az 1970-es években az akkori metrótervezők képesek voltak arra, hogy a több mint 40 évvel később átadott 4-es metró kapcsolatot beépítsék a 3-as metró Kálvin téri állomásába. Ha mi most 2020-ban nem vagyunk arra képesek, hogy a nyugati pályaudvarnál bekészítsük az 5-ös metró állomását, és tudjuk, hogy hol fog kijönni a mozgó lépcső és a lift, akkor alulmúljuk ezt az elődeink által hozott színvonalat, és ezt még nyilván nem szeretnénk. Tehát azért foglalkozunk sok más mellett, ami meg megépül előbb is, de azért is foglalkozunk az 5-ös metró, ennek az északdéli hévtengelynek, ezt hívjuk 5-ös metrónak, a részletesebb tervezésével, hogy ahol csak illeszkedni kell, ott már most illeszkedjünk, és ne rontsuk el a jövőre nézve a lehetőséget annak, hogy ez a kapcsolat megépüljön. Ennek az első üteme az egyrészt a meglévő Szentendrei hévnek a teljes felújítása, 4 perces járatkövetés biztosítása, illetve az esztergomi vonalról óránként 2 vonat bevitele a Batthyány térre 2 áramnemű járművekkel, és a Szentendrei hév teljes akadálymentesítése, járműcseréje és korszerűsítése, illetve a H6-os, H7-es hév esetében a 2 déli hévvonalnak az átfogó rekonstrukciója, és meghosszabbítása föld alatt a Kálvin térig, ez már ennek a belvárosi alagútnak az első üteme. Ennek a részletes tervezése zajlik, az építési engedélyeket jövő év első negyedévében fogjuk megszerezni, és Magyarország helyreállítási tervében, amelyet a járvány utáni helyreállítás jegyében készítettünk el, ezeknek a projekteknek a megvalósítása, a finanszírozással együtt szerepel. Tehát körülbelül, ha minden projektelemet összeadunk, akkor egy körülbelül 700 milliárd forintos fejlesztésről van szó, körülbelül 2 milliárd eurós fejlesztésről van szó a hévvonalak esetében, a belvárosi alagút nélkül. Ez a teljes járműcsere, a Kálvin téri meghosszabbítása, a déli hévek felújítása és a Szentendrei hév teljes rekonstrukciója. Itt a menetrendi és forgalmi modellünk az, hogy a Kálvin téri végpontra 24 vonat érkezne be óránként, ebből azért érezhető, hogy milyen volumenű szolgáltatásról van itt szó. Ennek a fele az Csepelről, a meghosszabbított Erdősor utcaig meghosszabbított Csepeli ágról, a fele pedig a Ráckevei ágról jönne, ahova egyébként becsatlakoznának a belgrádi vasútvonal elővárosi vonatai, tehát Kunszent Miklós Tass felől az S25-ös vonatok óránként 4 darab becsatlakozna a hévbe, és szintén 2 áramnemű vonatokkal közlekedne be a Kálvin térre. A hév megszüntetése a Dunaparton és a föld alá helyezése egy új parti sétány létrehozását is lehetővé teszi. A Közvágó hídnál pedig az előbb említett déli körvasúti állomás és a hév között egy nagyon színvonalas új átszálló csomópont jönne létre. Ez lenne a Budapest déli pontjának talán a legfontosabb új közlekedési csomópontja, ehhez mérten tervezzük, ahol az egyes villamos, a körgyűrűs villamos, a déli körvasútnak a távolsági új pályaudvara és a föld alatti északdéli átmérős hévállomás között jönne létre színvonalas új átszálló kapcsolat. Jelentős menetidő csökkenést várunk ettől a beruházástól,
és egy jelentős utasszám növekedést. Ugye a Szentendre év ma is tele van, mint a déli busz, tehát ott már csak 15% utasszám növekedést tudunk elérni, de az is nagyon sok. Azon a vonalon, míg a ráckevei héven, ott pedig egy több mint háromszorozódását várjuk az utasforgalomnak, hiszen itt ma 40-nel döcögő ritkán járó lassú szerelvények vannak, itt a növekedési potenciál óriási. És végül ez egy távlati projekt, azt gondolom, mint az észak-déli hévekké, de megemlíteném, hiszen adjunk egy teljes képet itt a konferencián. Valójában érintettem mind a 14 MÁV elővárosi vonalat, a 4 hévvonalból érintettem 3-at, egy maradt ki, a Gödöllői hév. A Gödöllői hév esetében a budapesti agglomerációs vasúti stratégia arra teszi a javaslatot, hogy a 2-es metróba integrált üzem jön létre, és egy olyan átmérős üzem, ahol a ma az Örsvezértéren egymással szembenéző hév és posztszovjet metróvonal egy egyesített elővárosi vonallá álljon össze. Ennek az előkészítésére és tervezésére a forrásokat a magyar kormány biztosította a BFK számára. Itt a beruházás egyik nagyon fontos pillanata jövő héten jön, november 24-én tárgyalja a fővárosi közgyűlés azt a hatoldalú megállapodást, amit a 4 érintett fővárosi kerület, a BFK és a főváros főpolgármester úr köt egymással, ami ennek a projektnek a műszaki tartalmát letisztázza. Ugye ez a beruházás már egyszer neki veselkedett a város ennek, de akkor olyan műszaki tartalmi viták voltak itt az emelt szakasz, meg egyéb problémák miatt, ami miatt ezt nem lehetett tovább vinni. Most igyekszünk ebben egy új kompromisszumot létrehozni az önkormányzatok között és magunk között. Eddig az 5 önkormányzatból 4 már elfogadta, az 5. a főváros, bízunk benne, hogy a döntés meg lesz november 24-én, és akkor újra tud indulni ennek a beruházásnak is a tervezése. Itt ugye arról van szó, hogy lényegében integráljuk a hévvonalat a metróba. Ez nem azt jelenti, hogy minden metró kimenjen 2 percenként a Gödöllőre, hanem azt, hogy egy fokozatosan elfogyó üzemben azért mégiscsak átszállás nélkül lehessen beutazni a városba ezen a vonalon. És itt a Hungexpónál ez egy új metró-vasút kapcsolat létrehozását is tartalmaz a Törökörnél, ahol a 2-es metró és a 100-as vasútvonal között egy új átszálló csomópont létrehozását szeretnénk elérni. Így mondjuk a Hungexpó, ahol most ülünk, a repülőtérről majd átszállás nélkül megközelíthető lesz vonaton, hogy csak egy hasznát mondjam például ennek a beruházásnak. Ezzel értem a prezentáció végére, tehát ha megnézik, akkor a budapesti agglomerációs vasúti stratégia tartalmazza az összes vonalnak az hiányzó megállóit és kapacitásbővítését, tartalmazza az új repülőtéri kapcsolatot, tartalmazza a déli körvasút fejlesztését, tartalmazza az új észak-déli hév rendszert, és tartalmazza a Gödöllői hév fejlesztését, meg persze a vasúti alagút megépítését. Hogy ez mind megtörténik-e 2040-ig, az nyilván nagyon sok tényezőn rajtunk is itt a teremben múlik, de azt gondolom, hogy ha esetleg lesz egy-két elem, ami nem is épül meg addigra, ennek a stratégiának a legfontosabb üzenete és kulcsa az, hogy van egy nagyon világos, rendszer szintű hálózati modellezésen, és egyáltalán egy egyenszilárdságú hálózatra alapuló modellünk arról, hogy mit is kéne csinálni a budapesti elővárosi vasúti hálózaton. Ha képesek vagyunk a projekteket, fejlesztéseket eszerint csinálni a következő 2 évtizedbe, akkor biztos, hogy nagyon közel kerülünk ahhoz, hogy ez a vízió megvalósuljon. Ha minden 2 évben elkezdjük előről a stratégiaalkotást, akkor pedig csak távolodunk ettől. Tehát valójában azt gondolom, hogy ez a munka ezt szolgálta, és az önmagában, hogy az elmúlt évtizedek legnagyobb vasútfejlesztését Magyarországon és persze Budapesten is, a déli körvasút fejlesztését a kormány finanszírozásról biztosította, az egy első nagyon fontos bizonyítéka annak, hogy ennek a stratégiának a megvalósítását a kormány komolyan is gondolja, és el is kezdtük ezt a megvalósítás útjára terelni. Ezt szerettem volna elmondani a mai prezentációban, elnézést, ha nagyon hosszú voltam, és nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.